30 éves jubileumát ünnepelte a Béke Hotelben működő egykori Béke Orfeum, amely a Broadway hangulatát megidéző műsoraival évtizedekig volt helyszíne a színvonalas mulatozásnak. Zenei és színházi estjein, klubkoncertjein, revőműsorain a szórakoztatóipar legnagyobb sztárjai is megfordultak. Szeretnek biztos az istenek, mert én itt lehettem már a béke nyitása óta, és mint üzemeltetési igazgató hozzám tartozott az összes értékesítőhelynek, így az Orfeumnak is az üzemeltetései, így aztán végig ott lehettem, amikor a műsort elkezdtük összeállítani 85-ben. Nyitásra még nem volt, még nem indult az Orfeum, 85. november, decemberében volt az első műsor, ugye hát az nyitással elég sok gondunk volt, úgyhogy az igazi nyitója az Orfeumnak az később volt, mint a háznyitása. És akkor egész 92-ig, amíg aztán hát anyagi okok miatt kaptunk egy nagyon jó ajánlatot, kaszinót csináltak azon a területen, úgyhogy egész végig, hogy úgy nagyképű legyek az én felügyeletem alatt működött, de hát csodálatos évek voltak azokkal a művészekkel, akivel itt megismerkedtem, tényleg, vagy a műszakiak is, tehát azt hiszem, és itt érződött a mai találkozón, hogy ez egy jó csapat volt, egy család volt, úgyhogy ez érződött a produkciókon, a hangulaton, mindenen. Mi jut eszedbe a békebeli hangulatról? A fiatalságom, rendkívül sok kedves, jó ismerős, barát, emlékek, életem legjobb időszaka. Valahogy úgy érzem, hogy azért megváltozott az emberek szórakozási igénye, és ugyan Budapesten van egy olyan intézmény, ami megpróbálja ezt a régi hangulatot visszaidézni, De nem is tudom, hogy mekkora tömegeket vonzana ma a mulatók világa. Más lett a tempó, más lett az igény. Mondjuk érdemes lenne kipróbálni, hogy vajon hol tart most a világ ebben a kérdésben. Pár évtizedben, ami mögöttem áll, nagyon-nagyon sok minden fért bele, tehát én mondhatom, hogy nekem nagyon sok életem volt, és párhuzamosan is műveltem őket. Jelen esetben itt a békében elmondhatom, hogy két évadon keresztül én voltam a műsornak a szólistája, a sztárja, hát nem tudom, hogy ez hogy lehet ezt megfogalmazni. A békében mindig rang volt fellépni, én azt gondolom, hogy mindig a csúcs műsort készítették a tulajdonosok, a megrendelők, lehetett látni most a műsorból, hogy olyan elképesztő táncprodukciók voltak, hogy most is felállt a szőr a karomon. Tehát itt táncosok voltak, a szó legnemesebb értelmem, és kiváló szólisták és előadó művészek. És ennek lehettem részes a két évadon keresztül, ami azt hiszem, hogy felejthetetlen az életemből. Közel 15 évet dolgoztam az éjszakában, mint énekes-táncos, és a mai napig is hiányzik a pörgés, a forgás, a fellépések. Táncosként kezdtem, majd énekes-táncosként folytattam, ami a Béke Orfeumban is előfordultam. Utána az éjszakában megszűntem, mert egy City Boys nevű együttessel jártam az országot, és felléptünk, mint énekes folytattam a pályafutásomat. A mai nap a Derkunis Gyula általános iskolában vagyok, mint főportás. Imádom a gyerekeket, a szülőket, nagyon jó a kapcsolatunk. Nem mondom, hogy nem hiányzik az éjszaka,
olyannyira, hogy hajnalig 2:30-nál előbb nem tudok aludni, a ritmus még mindig a éjszakából bennem maradt, és nagyon sokáig tudok aludni. De hát ez van, 60 évesen az ember, mire számíthat.